utolsó állomásához érkezett a Magyar Diák Sportszövetség regionális konferencia sorozata. A rendezvénynek a tatai edzőtábor adott otthont. A konferencián a mindennapos testnevelés és az új nemzeti alaptantervek kerültek a központba. Egy országos regionális konferencia sorozat utolsó állomásán vagyunk ma itt, és alapvetően az apropója ennek az alkalomnak az az, hogy a Magyar Diák Sportszövetség egy kiemelt projektet valósít meg, ami kifejezetten az iskolai testnevelés, illetve az iskolai szabadidős jellegű testmozgásról szól. Tehát most kicsit eltávolodtunk a hagyományos diáksporttól, a diákolimpiától, amit egyébként ugyanúgy szervez most már immáron több évtizede a szövetség. Gyakorlatilag 2012 májusától dolgozunk azon, hogy egy ilyen projekt létrejöjjön. A projekt maga 2013 januárjában indult el, és gyakorlatilag egy testnevelés stratégia készül annak keretei között. Az új nemzeti alaptantervhez illeszkedő szakmódszertani fejlesztések, illetve talán a legizgalmasabb téma, hogy egy egységes tanulói fittségmérési rendszeren dolgozunk, és ezeknek a fejlesztéseknek a bemutatására fog sor kerülni a mai napon. Tata szemléletével szorosan összefügg a konferencia témája, hiszen a város számára mindig is fontos volt, hogy a gyerekek sportoljanak, mozogjanak. Ezen a mai konferencia, ez egy országos konferenciának egy régiónkban való állomása, és nagy megtiszteltetés, hogy Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyéből itt Tatán van ez a mai konferencia. Hol máshol lehetne, hanem a tatai edzőtáborban. Azért is örülök neki, mert nagyon jól összecseng az a gondolat, amit ez a konferencia hordoz Tata sportfejlesztési gondolkodásmódjával. Ugye mi azt a célt tűztük ki, hogy minden tatai gyerek vagy sportoljon, vagy valamilyen művészetet tanuljon az iskola mellett, az iskola idő után, és ebben nagyon komoly lépéseket sikerült tennünk az elmúlt időszakban. Ehhez különösen is hozzájárul a diáksport egyesületek, mind a Vasari iskolái, mind a Kőkuti iskolái, és természetesen a középiskolai sport egyesületek vagy kisebb közösségek is a mindennapos testnevelés mellett. A konferencián főleg gyakorló testnevelő tanárok vettek részt, akiknek nagy segítség lehet egy ilyen fórumon való részvétel. A konferenciáról bővebb összefoglalót keddi sportműsorunkban láthatnak.